Meglehetősen bonyolult és ellentmondásos világban élünk. Sok olyan élethelyzet merül fel, amely nagyon eltérő megítélés alá esik a társadalomban. Az eltérő megítélés egyik oka nyilvánvalóan abból adódik, hogy nagyon eltérően ítél meg egy új élethelyzetet egy idősebb generációhoz tartozó személy, mint egy középkorú vagy egy fiatal. Ha végiggondoljuk a sajtóban közreadott, diákokkal kapcsolatos és a hírekben a diákok sérelmére elkövetett bűncselekményekről szóló híradásokat, az idősebb generáció tagjai kicsit értetlenül állnak a hírek befogadását illetően. Ennek érthető oka az, hogy az idősebbek egy teljesen más társadalmi közegben nőttek fel. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tanárok korábban általuk kivívott és megérdemelt tisztelete és elismerése nem volt alaptalan. Én is csak a legnagyobb tisztelettel tudok gondolni a volt tanáraimra. Ebből kifolyólag nehéz olyan kérdésben állást foglalni, amely az én diákkoromban elképzelhetetlen volt. Természetesen nem azt mondom, hogy ezeket az ügyeket nem kell kivizsgálni, de talán az eljárások során beleértve az erről szóló híradásokat, talán fokozottabb figyelmet, nagyobb megértést és nagyobb tapintatot kellene tanúsítani mindkét fél irányába. Ezeknek az eljárásoknak a végkifejlete általában visszafordíthatatlan eredményekkel jár. Így egy több éve vagy több évtizede becsülettel dolgozó tanár életét teljesen tönkretetheti egy alaptalan vádaskodásból induló büntető eljárás, és akárhogy is nézzük, maga a következmény már nem orvosolható. És szót kell, hogy ejtsek a sajtó felelősségéről is, mert nyilvánvaló, hogy nagyobb érdeklődésre számíthat egy olyan eset, amely legalább arra jó, hogy a közvéleményben felháborodást keltsen, könnyen eladható hír legyen, de nem gondolva arra, hogy az eljárásnak valós, és akkor még mindenképp ártatlannak minősülő alanyai is vannak, akik az eljárás befejezését követően olyan következményekkel kell szembenézniük, amely ártatlanságuk bizonyítása esetén is a korábbi életvitelüket már nem teszi lehetővé. Tehát ha az volt a kérdés, hogy mi legyen ezekkel az ügyekkel, általános megoldási képletet nem tudok mondani. Talán csak annyit, hogy nagyobb figyelem és kisebb hírverés esetén ezek az ügyek is megoldhatóak, és hogy a jelenleg tapasztalható általános társadalmi értékválság mellett a tanárok nagyobb tiszteletet és megbecsülést érdemelnének.